Hogy kinek milyen volt az ó év, azt mindenki értékelhette december utolsó napjaiban. Ilyenkor azonban sokan már a jövőt, vagyis az új évet tervezik. Ki mit vár 2019-től? Ezt a kérdést tettük fel a füredi járókelőknek. Szeretném a házamat átépíteni, ha sikerül. Meg hát az egészségre kell koncentrálni, ugye, legfőképpen. Ezen belül, hát városon belül szép módosítások vannak, szép építkezések, úgyhogy magába az ember elégedett, levegő tiszta, víz is tiszta. Remélem, hogy minden szép és jó lesz. Reméljük a legjobbakat. Nagyon jó év. Jó, mint a tavaly, de tavaly is jó volt, idén is jó lesz. Minden. Nekem nincsen tervem. Ahogy eszik, új szuppan. Különös tervek nincsenek, biztonságot, egészséget főleg, aztán békességet, kiszámíthatóságot. Hát azt hiszem, ez minden. Nem tudom, nem gondolkodtam rajta. Hát gondolom boldogságot, egészséget, ilyen általánosságban. Jólét. Egy kicsit magasabb nyugdíjemelést is kérnék. Békésebb életet, csendesebb életet és nagyobb megbecsülést a lakosságnak, fürediéknek is, meg országosan is. Én szeretném azt, hogy megmaradna minden, ugye, ahogy eddig volt. Mert én úgy érzem, hogy fejlődés az van, és azt nem szeretném, hogyha más irányba fordulna. Békességet, boldogságot, szeretetet. Ennyi. Legalább olyan, mint a tavalyi év. Semmi ilyen extrát nem várok. Csak az, hogy élhetőbb legyen a város. Családdal kapcsolatban várom, hogy ugyanolyan legyen tényleg, mint az idején, mi rengeteget kirándultunk, hál' Istennek. Úgyhogy anyagilag is bírtuk szerencsére, tehát ugyanezt szeretném szintén. Meg egészség legyen mindenképpen. Békét. Csak békét. Elsősorban egészséget és szép időket, úgyhogy mást most nem jut eszembe. Nincs egyenlően osztva most a nyugdíj a keresetekhez mérten, a minimál bérhez mérten. Mert legalább annyinak kellene egy nyugdíjnak lenni, mint egy minimál bér. Jobb volt, mint a tavaly. Maradjon meg a nyugdíjon, vagy legalábbis emelkedjen. Kisebb legyen az infláció. Ne legyen akkor a szárosság, hogy tönkre megy az Alföldön minden. És hát nem vagyok Fidesz párti, de ellenségese. Egy jobb irányító szervezetünk legyen. Még azt sem mondanám, hogy kormány lehet ez akár a köztársasági elnök is. Legalább olyan jó év legyen, mint az elmúlt év volt. A családomnak egészséget, jó munkát, boldogságot és mindenkinek békét, boldogságot. Csak jobbat. Ennél csak jobbat, ami eddig történt. Kicsit melegebbet, mint most van, az biztos. Meg nem is tudom. Talán egészséget, meg bőséget mindenkinek. Jó? Az egészségünk ne romoljon tovább, ennyi elég volt, most szeretnénk egészségbe még. Nem, már olyan túl fiatalok nem vagyunk. Mindent, ami jó. Többi az minden rendben van. Legyen jólét, borbuza, békesség, ez a lényeg az egész.